Vloggerkednél, de nincs mivel? Videós eszközök bérlése jó áron. A műsor támogatta a digitalworld.hu. Korrekt minőség remek áron kényelmesen. A műsor támogatta a kocsiguru.hu. Az egykanapén következő vendégét az első Megasztárból ismerhette meg az ország. A színes egyéniségű, mindig harsány stylist neve összefort a szakmáival. Nem túlzás azt állítani, hogy magyar viszonylatokba segített megteremteni azt. Elmesélte, hogyan ismerkedett meg a neves divattervezővel, Nárai Tamással még a karrierjének kezdetén. Megérkeztem, Nárai Tamás azt mondta, Katikám, vagy ez a fiú marad, vagy én. Nem csak hogy beavatott magánéletébe, de a gyermekvállalással egy egészen megdöbbentő kijelentést is tett. Hát biológiai úton kizárt, nem? Tehát, hogy nővel te még nem voltál, mármint hogy... Nem feküdtem le még nővel. Én egy elég nyitott gondolkodás embernek tartom magam, tehát nekem a gondolataimban tök simán beleférne az, hogy egy nővel lefeküdjek. Szót ejtett egykori legjobb barátjáról, Cilláról, és azt is elmesélte, hogy miért romlott meg az ő kapcsolatuk. Annyi volt, hogy amikor mi 10 évig barátok voltunk, akkor ugyanezt a vége láthatatlan sztori történetet, amiben ugyanazt mondja mindig, azt így kellett hallgatni, mert a telefonom mondta, most pedig így tartja a telefont, ennyi változott. És természetesen szó volt divatról és az aktuális trendekről is. Akinek fingja nincs a divatról, az ezt tudja fölhozni, mint a legnagyobb izét, bakit. Hát elmondom neked, hogy az zokni szandál a high fashionben az egyik leg. Miért? Azért, mert ugye mindennek megvan az akció-reakciója. Ha kíváncsi vagy, hogy mi szeretett volna lenni eredetileg a divatguru, hogy kikre tekint a magyar sztárok közül példaképként, vagy hogy hol képzeli el magát 10 év múlva, akkor tarts velünk a következő részben is. Egy kanapén Lakatos Márkkal. Hát Madárcsis Ergő, szép napot kívánok valamennyi őtöknek. Az a személy, aki már eljött hozzám, hát hogy is mondjam, azt gondolom, hogy az ország meghatározó alakja minden szempontból, mármint hogy tényleg egy meghatározó alakja. Nem csak a leghíresebb stylist, de a kolbászokhoz is nagyon ért, sőt, hát itt van velem Lakatos Márk, hello. Hello, ezt miért mondtad, hogy meghatározó alak? Hát figyelj, az van, hogy legutóbb, amikor csináltad magadra azokat a képeket, akkor kívántalak meg először. Igen? Akkor döntöttem úgy, hogy neked itt kell lenned a kanapémon. Igen, amikor a kis Vénusz alajjal bekented magad itt ott, és akkor... Nem én kentem be magam, bekentek. Erre van embered? Persze, ne vicc. Nem, kenegető. Na, tehát akkor mondtam azt, hogy figyú, én nagyon szeretnélek téged. Aztán ugye itt volt nálam az öreg Cilla, tájboxoztunk egyet, én meg még az elején jártam a YouTube-ozásnak, és hát nem akartam sokkolni a nézőimet, megmondom az igazat, két ilyen hasonlóan erős egyéniséggel. Tudod, ilyenkor mindig azt szokták kérdezni, hogy mit szólok a másolatokhoz, vagy hogy szabad-e másolatot viselni. Én azt mondom, hogy ha valaki teheti, akkor vegyen igazi. Ja, egy kicsit át is ugrottál rögtön 40 topikot, belevágtunk rögtön az elejébe. Jó van, figyelj, hagyjuk a gyerekkorodat ki, nem dagadt másra. Igen, vágjunk bele. Jó, rendben, tehát, hogy akkor most milyen viszonyban vagytok a Kajdival? Tőle is kérdeztem, amikor itt volt. Tényleg? Persze, persze. És mit mondod? Mert mi nem beszélünk, csak azért. Igen, valami hasonló, ez most közel egy éve volt egyébként, mikor itt volt a Csabi, és kérdeztem tőle, illetve hú, nem tudom, valami frappánsan, de azt mondta, hogy kb. Semmi, nem vagytok rosszba, nem vagytok jóba, de én tudom, hogy volt egy nagy friendship, és akkor most nem, sőt, hát láttam, hogy azért Facebookon is ugye a maszkos műsornál elég élesen elmondtad a véleményedet, Ábel Anita posztját. Hát én a maszkos műsorról mondtam el a véleményemet, hogy ugye az is egy másolat, az is egy fake. Hát most mit mondjak, figyelj, az biztos, hogy ha már arról beszélgetünk, hogy milyen barátságunk volt, én 10 éven keresztül hallgattam tőle azt, hogy micsoda hülyeség ez a kereskedelmi televíziózás, micsoda baromság ez a internetes aktivitás, miért kell tartalmat gyártani, ez egy cirkusz, ez egy állandóan megkaptam tőle, majd amikor egy kis helyhez jutott, akkor rögtön ugyanazt csinálta. Hát ez nyilván mindig mindenki addig károg a dologban, ameddig ugye pontosan, neki nincsen. Pontosan, tehát, és onnantól kezdve van 100 000 követőd, már nyilván máshogy más, egyébként, más az a vágyény. Legyen neki szerencsés, ahogy Lakatos Tiziano mondta, ugye már legyen neki szerencsés, minden virágra szálljon méhecske, vagy hogy szokták mondani, minden réten nőjön virág, hát csinálja, persze. Öntsünk tiszta poharat a részletekre, igen. Persze. Igen. Nekem az volt a legfurcsább a Csabinak, amikor még követtem a munkáját, hogy az, aki nemesi családból származik, és Czóbel Bélák lógnak a nappaliában, és folyamatosan arról beszél, hogy ő a Côte d'Azur-ön és Párizsban, és nem tudom hol lakik, hogy jut el odáig, hogy folyamatosan Hódi Pamelát és Berki Krisztiánt nézze?
Tehát miért nem fogyaszt olyan kultúrát, ami az ő pozíciójának, az ő társadalmi státuszának, az ő kultúrájának dukál. Nagy 20. századi festmények lógnak a lakásában, és a felmenői azok André Kosztolányival és André Kertésszel. Ne használj termékneveket, kérlek, fiatalok is nézik a csatornát. Érted, voltak egy, tehát hogy egy ilyen magas kultúrából valaki hogy esik ilyen mélyre? Nem tudom, figyelj, én bírom a Csabit, és... Nagyon helyes, de okay, senki nem arra veszi, hogy nem bírjuk a Csabit. Az, hogy a mi barátságunk megtört, vagy megszakadt, vagy elpárolgott, vagy elfüstölgött, vagy még, az a mi kettőnk ügye, attól még ő egy sziporkázó, vicces ember, akármit is mond, és akármit is csinál másképp, és akármennyire is hiteles vagy nem hiteles emberek szemében, attól ő még egyébként mindig is egy borzasztó vicces ember volt. Tehát mindig is egy sziporkázó egyéniség volt. Annyi volt, hogy amikor mi 10 évig barátok voltunk, akkor ugyanezt a végeláthatatlan sztori történetet, amiben ugyanazt mondja mindig, azt így kellett hallgatni, mert a telefonom mondta, most pedig így tartja a telefont, ennyi változott. Például ő elkezdett engem bántani az Instagramon, miközben én az ő munkájával, én soha nem foglalkoztam nyilvános helyeken, ő ezt megtette. Ez nekem rosszul esett, tehát igen, volt bennem egy seb, abszolút volt bennem egy olyan pont, egy olyan fájdalmas dolog, amit én nem gondoltam azt, hogy a mi barátságunkat, a mi kapcsolatunkat ki kéne tenni az emberek elé, és ezt, ha neki bármi baja van, akkor valami más úton, így hátulról kell ezeket ilyen támadón elmondani. Nekem ez nem esett jól. Kétszer-háromszor visszaszóltam, mert bennem volt az, hogy mi a k***ját képzel erről, és aztán rájöttem, hogy valószínűleg a mi útjaink ketté váltak, és ennyi, és én elengedtem az ő sztoriát. Fájdalmas sztori volt, de elengedtem, mert ez így alakult. Na, hát nagy örömnek nagy bánat a vége, Olavesz Nóránál maradva, ugye? Ez állandóan, figyelj! Ő a gurúd! Ne viccelj, hát citatómmal kelek, fekszem, és igen, Olavesz Nóra köteteken szoktam aludni néha, meg a tartásjavítás. Nagyon jó, de így a fejedben, ahogy szépen egyél, ugye? Hogy ne, elvesztem különben. Persze, ne viccelj, nem tudom, látod-e egyébként a könyveim között Trónokharca és Nárai könyvek vannak, úgyhogy... Atyaisten! Tényleg hova jöttem? Úgyhogy ezek... Akajdi, a Nárai... Van mindenkivel összeveszem, miért kell? Én köztem, és a Nárai között nem volt. Nem valami kiírás volt a Nárai rész, nem. Ő írt ki róla. Elmentél valami ruhába, kalapba, talán valamelyik gálára, és akkor ő írta ki azt, hogy stylist létedre ez nem biztos, hogy a legjobb döntés volt. Én meg azt gondolom, magyarul hogy... én soha nem veszekedtem a Náraival. Nárai azt gondolta, hogy neki véleményt kell nyilvánítani. Akkor miért szúrsz a szemet mindenki? Egyébként, hát rátebb a szemet szúrok, de nincs gond. A Náraival úgy ismerkedtünk meg, akkor most elmondom. Amikor én a Zóp Katihoz kerültem, ez gyakorlatilag a stylist karrieremnek az elején volt, akkor a Nárai Tamás volt az, aki általában csinálta az országban a divat bemutatókat, mert egy nagyon ügyes divat bemutató rendező fiú volt ő. Tehát egy nagyon ügyes volt, ugye följött valahonnan Debrecen Nyíregyháza környékéről, megérkezett a fővárosba, és akkor ő nagyon ügyesen, ugye a rendszerváltás körüli időben marha jó érzéke volt ahhoz, hogy összeszedjen cipőket, megtalálja modelleket, tehát hogy egy tök jó showszervező, showrendező volt, és többek között ugye az akkori nagy divattervező ásznak, Zóp Katinak is csinálta a bemutatóit. Hogy amikor a Katival én megismerkedtem egy Hernádi Júcis beszélgetés, egy fotózás miatt, és a Kati engem fölhívott, hogy legyek én a divatházának az állandó stylistja, akkor gyakorlatilag még semmit nem csináltam, a Beaumontba fotózgattam, meg így gyakorlatilag 2-3 hónapja voltam a szakmában az első grilluszdorkás fotózásom után. És a Kati erre fölkért, és amikor megérkeztem, Nárai Tamás azt mondta, Katikám, vagy ez a fiú marad, vagy én. Tehát így kezdődött a mi kapcsolatunk a Náraival, és erre a Kati azt mondta, hogy Tamás, nagyon örülünk, ha te maradsz, viszont a Márk biztos, hogy marad, mert hogy most vettük fel a céghez dolgozni, és onnantól kezdve a Nárai engem nem bírt elviselni a divatbemutatókon, és ez szállóigévé vált, hogy amikor a Náraival megbeszélte a Kati, hogy hogy legyen a bemutatón, akkor azt mondta, Lakatos, menjen hátra a cipőkhöz. És ez egy szállóige volt, hogy Lakatos, menjen hátra a cipőköz. Hát innen a mi felhőtlen kapcsolatunk. Ideje rólad is szót ejtenünk. Te volt, Megasztárban indultad, tehát te Megasztárban robbantál be, ugye jól igen. Emlékszem. Tehát, hogy addig tulajdonképpen stylist, mint fogalom nem is nagyon létezett az országban. Létezett, csak nem volt nevesítve.
illetve nem volt reflektorfénybe állítva. Tehát, hogy természetesen ugye én 2004-ben kezdtem el a Megasztárral foglalkozni, előtte egy évig a Viva TV-nek voltam a stylistja. Megboldogult Viva TV. Igen, és akkor... És a Szexi vagy nem egyik zsűri tagja. Pontosan. Pontosan. Készültem. Pontosan. De hogy, tehát addig is, akkor már voltak divatmagazinok az országban, mert ugye 98 körül indultak a magazinok, ugye 98-tól van RTL Klub. Első osztályos voltam, úgyhogy. 98-tól van RTL Klub is, tehát hogy már televízióban is ugye a ruhások, meg a régi jelmezeseken kívül ruhások, azért elkezdtek előjönni olyan emberek, akik ezt stylistnek hittak. Ugye a nagy nemzetközi divatmagazinok magyar mutációinál, tehát egy Cosmopolitannél, ami már aztán akkor létezett, természetesen stylistok dolgoztak, de az emberek még nem annyira vágták, hogy mi ez. Az egy háttérmeló volt, sokkal inkább egy ilyen háttérmeló igen, volt. Igen, ugye, és ugye már... még nem vált el annyira a jelmeztervező és a stylist, és a nem tudom, a ruhás és az öltöztető, és nem tudom. És aztán ugye jött ez a 2004-es Megasztár, ami egy olyan műsor volt, aminek a koncepciójához hozzátartozott az, hogy ez a sztárcsinálás fogalom, ez megmutatkozzon. Tehát, hogy lett egy Gáspár Laciból, aki jön a Tesco-s szatyrokkal susogósba. Karamell farmer kabátban, ugye? Igen, de az még jó, de a Laci azért elég ütős volt stylingba. Vagy jön Olá Ibolya, ugye a nevelőintézetből, és a többi. És hogy lesznek ezekből a figurákból aztán sztárok? És ez a fajta sztárcsinálás, ez egy nagyon fontos része volt a programnak, magának a műsornak, és ezért volt az, hogy egyszer csak hirtelen ebbe a folyamatba mindenféle bejátszók és nem tudom én riportok és interjúk kapcsán megjelent egy ilyen fura figura, mint aki én voltam, akit ugye a Nárai Tamás elítél, hogy tud úgy fölöltözni, és stylist létére hogy tud ilyen ruhákat fölvenni. Megjelent egy ilyen furcsa, excentrikus, arrogáns paradicsom madár, aki jött, ment és sipítozott, és közben csinált egy olyan stylingot, ami nagyon megosztotta az országot. Mert először szembesültek az emberek azzal, hogy úristen, és akkor ez most mi, és mit csinál, és mit van, és mit akar ez a hülye b***i, és stb. Hülye kicsit erős, igen. Igen, a hülye megtörtött. Igen. És egész egyszerűen előjött ez a figura, ami én voltam, de maga előjött a stylist, mint fogalom, amit egyébként az anyám se tudott, tehát neki is évekig kellett magyarázni, hogy én mit is csinálok pontosan. Azért van egy olyan érzésem általában, amikor téged meglát, most egyébként nagyon szorít, én kíváncsi voltam, milyen szedbe jössz, hát nem tiszteltél meg tulajdonképpen nagyon, mert fölvettél valamit, de hogy azért nekem kicsit olyan érzésem van mindig, hogy lakatos márkot berakjuk egy gardróbszekrénybe, egy ilyen Richter skála szerinti 8-assal összerázzuk, és akkor kiesik belőle, és megérkezett lakatos már. Hát figyelj ide, igazából nagyon szépen úgy tudnám jellemezni ezt a dolgot, hogy engem nem igazán érdekel az, amit például a Nárai Tamás, vagy mondjuk a férfi styling esetében Schiffer Miklós, vagy Bihari Ádám tanít, oktat, szebb vagy kevésbé szebb modorban, stílusban ver bele az emberekbe, a szabályok. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy természetesen az emberek nagy részének szüksége van arra, hogy öltözködési szabályokat, dresszkódokat megtanuljon, mert szeretne valahova tartozni, szeretne valami státuszt kifejezni abban, ahogy ő öltözködik, szeretné, ha őt így, meg úgy, meg amúgy elismernék ezért, meg azért, meg amazért, és akkor természetesen erre vannak szabályok, hogyha így, meg úgy, meg amúgy felöltözöl, akkor ide, meg oda beengednek, meg itt elfogadnak, ott meg, és ezeket meg lehet tanulni. Ez nagyon egyszerű dolog, tehát Én mindig azt mondtam, hogy azért öltözködési szabályokat, meg dresszkódokat megtanulni, az körülbelül egy 2 órás művelet. Most az, hogy egy gentleman mit viseljen, azért azt elég hamar össze lehet szedni egyébként mindenféle felületről. És ebben nincs is baj. És én azt gondolom, hogy én ezt nagyon szívesen meg is tanítom mindenkinek. Sőt, az én szalonomban, a lakatos meg szalonban, ha eljönnek a hölgyek, nagyon szépen föl tudjuk öltöztetni őket businesswomannek, ilyen lánynak, olyan lánynak, alternatívabb hölgynek. Tehát meg lehet ezeket az embereket tanítani, meg lehet tanulni ezeket a dolgokat. Engem ezek nem annyira, tehát azt én saját stílusomra nem annyira érdekelnek. Engem sokkal inkább érdekel a kísérletezés, a játék és mindenféle olyan dolog, ami engem egész egyszerűen jobban szórakoztat. Te szoktál ilyen hamisítványruhákat viselni? Erre mindig nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Nem szoktam hamisítványruhákat viselni, de nincsen vele semmi bajom. Sőt, olyannyira nem, hogy amikor most ez a nagy manueles X-faktoros sztorink volt, ugye, hogy az egész ország arról beszélt, hogy milyen Off-White, meg Balenciaga, meg ilyen-olyan ruhákat adok rá, és hogy van, és
és aztán ugye meg is csináltam a Manuelnek a kis villámos pulcsit, és kurán mindenki rácupant. Az tiéd volt az ötlet, a villám? Hát, nem a villám, a villámos pulcs. A villám az az ő kis jele volt már, és én meg kitaláltam, hogy akkor kéne csinálni egy olyan fellépő ruhát, ha már úgyis ő egy rapper. Virágot tavasszal. Ha már ő úgyis egy rapper, és akkor a Verebélyi Marcellel, meg a Mákrolival ezt megbeszéltük, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor csináljuk meg. Megcsináltuk, és marhára tetszett mindenkinek, olyannyira, hogy mindenki elkezdte kérdezni, hogy hol lehet kapni. Persze nem igazán, tehát nem lett ebből egy termék, mert hát ahhoz ugye nagyon sok és nagyon fontos engedély kell innen, onnan, amonnan, stb. De az biztos, hogy akkor egy csomó mindenen elgondolkodtam, hogy milyen szuper lenne egy olyan ruhamárkát csinálni, aminek az lenne a neve, hogy Fake. Egyébként mennyire vagy anyagias? Egyáltalán nem. Tehát, hogy szeretem a pénzt egyszerűen azért, mert a pénzen jó élményeket tudsz magadnak szerezni, meg minden, de egyáltalán nem vagyok egy ilyen fillér szó, nem tudom, ilyen, nem vagyok egy ilyen takarékos, egy ilyen, tehát nem, számomra sok értéke nincs a pénznek, valószínűleg ezért is nem tudom, én fektetek be tudatosan, ezért nincs is mit. Szórod amúgy? Ami megvan, azt szórod? Vagy gyűjtögetsz? Igazából nem érdekel, tudod? Tehát, nem érdekel az, hogy úristen, ezt most nem kéne, mert hogy milyen jó helye lenne máshol. Nem azt mondom, hogy szórom két kézzel, meg nem azt mondom, hogy de nem tulajdonítok neki igazán fontosságon. Hajlandó lennél mondjuk, hogy mondjam, emberileg, etikailag megkérdőjelezhető döntést meghozni azért, hogy egy jobb pozícióhoz juss, vagy több pénzhez juss? Biztos, hogy karrierista típusú ember vagyok, tehát szerettem irányítani a dolgokat, meg szerettem, természetesen exhibicionista is vagyok, tehát biztos, hogy ha valamit szeretnék, azt meg is próbálom elérni. Az, hogy... Törtető vagy? A törtető, tehát, hogy nézd, nem kellett igazából törtetnem az életemben, mert valahogy érdekes módon megtaláltak a lehetőségek, és aztán amikor ott voltam, akkor természetesen amikor ott voltam egy lehetőség közelében, akkor igenis próbáltam azt maximálisan kihasználni, és adott esetben abból kiindulva más irányokba is elmenni. Ez igen. De nem volt az, hogy úristen, én is a fejembe vettem, hogy nem tudom én mi szeretnék lenni, vagy azért, és akkor addig könyökölök, amíg azt el nem érem. Olyan nem volt. TV2-től teljesen elszakadtál? Mert hogy egyébként te TV2-s voltál, annak is indultál, ugye a Megasztár kapcsán is, és nagyon sokáig ott is voltál, talán a Sztárban Sztár volt az utolsó. Én a TV2-vel mindig megszívtam abban az ügyben, hogy mindig óriási konjunktúrám volt, és aztán mindig, amikor lefejezték a vezetőgárdát, az első körben ugye a Schwabit, Keresztit, a három első Megasztár után, és röpült az egész vezetés a kreatív producerrel együtt, Csényi Kati, aki engem odavitt a Megasztárba, természetesen engem is elküldtek, és aztán egyszer visszataláltak hozzám, ez volt az Illés Gabi időszaka, amikor a Nagy Duettet csináltuk, amikor a Kasszának a showjába szerepeltem folyamatosan, amikor egyébként a Shopping Királynőknek egy nagy, majdnem egy éves szériáját csináltuk napi műsorban, plusz ugye fölkértek a Sztárban Sztárnak a zsűriébe, és akkor ott is utána a Gabiék valahogy onnan, a Gabi eltűnt, és akkor az történt, hogy a Berecki beült a helyemre. Egyébként üzentem is a Kajdinak, hogy nagyon vigyázzon, mert ugye most a Berecki... Most ott volt a Gladiátor szerepben. És mindig az, hogy először a Berecki a színpadon van, majd amikor jól szerepel, akkor beül a zsűribe a meleg helyére, úgyhogy vigyázzon a Kajdi, és mondtam neki. Igen. Mi a Kajdi meleg? Nem, csak van búzisan viselkedik, de szerintem ezt csak úgy csinálja. Igen, amúgy. Azt szerintem csak úgy csinálja. Tudja, hogy igen, ez jobban, igen. Ez jobban veszik. És amúgy csajozógép. Tudtam, hogy együtt jártatok csajozni. Igen. A skinhead bakancsról már egyébként gondoltam, hogy itt azért neked is van. Na hát együtt jártatok csajozni, gyorsan kössünk is át, nagyon profin. Van Pasi téren. Kérlek szépen, soha nem volt igazából állandó hosszú párkapcsolatom. Volt két nagy szerelmem még így, az egyik 18 éves koromban, a másik mondjuk 25 éves koromban, amik... És a rendszerváltás után már nem is volt semmi? Nem, ez még az első világháborúban volt, Krisztivel. Hát azt még nem tanultuk az online oktatáson, úgyhogy nem tudom.
Úgyhogy, úgyhogy az volt, hogy azok elég rosszul végződtek, az két ilyen nagyon nagy csalódás volt, meg nagy pofára esés, és aztán utána így elég tudatosan ezt így el is toltam magamtól ezt a témakört, és nagyon sokáig egyáltalán nem voltam nyitott erre a sztorira, és azt gondoltam, hogy én soha nem akarok ilyet. Tehát nagyon sokáig egyáltalán nem gondoltam magam képesnek arra, hogy én egy kapcsolatba tudjak létezni. És aztán néhány évvel ezelőtt, amikor így egy ilyen magam felé fordulással egy ilyen önismereti szakasz elkezdődött, amiben mindenféle jó mellett egy csomó szar is ilyenkor felbukkan az emberbe, ugye egy csomó olyan dolog, amit hoz magával, ami nincs lerendezve, egy csomó problémája a gyerekkorában, minden. Akkor valahogy így tudatosan valahogy így átállítottam egy csípet magamba, hogy most már nem menekülök ezek ellen a dolgok elől, nem menekülök, nagyon, tehát ahhoz képest, hogy egy nagyon nyitott ember vagyok, és nagyon könnyen teremtek kapcsolatot mindenkivel, egy bizonyos szint után egy ilyen nagyon erős fal van bennem, és nagyon nehezen nyílok meg, nagyon nehezen mutatom ki az érzelmeimet, és egyébként nehezen tudom el is fogadni őket, és ez a sztori kezdett egy picit így megrepedezni, és egy kicsit így megborulni, és most én azt gondolom, hogy sokat is változtam ebben az ügyben, meg sokat is változom, és egyre inkább érzem magam képesnek arra, hogy egy kapcsolatban például tudjak működni. És egyébként érdekes módon be is vonzom most már ezeknek a dolgoknak a szelét, úgyhogy azt gondolom, hogy... Na, hogy mernek nyitni feléd a pasik? Nem tudom, azért a pasikban az, aki a tévében van, újságban van, interneten van, akárhol van, mindig egy kicsit olyan... tehát ez neked nem okoz problémát ismerkedés terén? Megmondom neked, nekem inkább az okoz problémát, hogy én mindig is egy kicsit olyan voltam, mint a Woody Allen, hogy így... Soha nem lennék egy olyan klubnak a tagja, ahol elfogadnak tagként, és nekem ez az egész meleg életem is olyan volt, hogy bár nagyon-nagyon elmondtam a véleményemet a meleg jogokért, a melegeknek a diszkriminációja ellen, az egyenjogúsítás, tehát mindenféle dologban, ami ilyen típusú szociális kérdés, abban én nagyon vállaltam azt, hogy igenis a melegeknek fontos az, hogy egyenragúként kezeljék a többi emberre, viszont valahogy mégis így a meleg közösségben mindig egy ilyen kakukktojás voltam, és mindig egy ilyen outsiderként volt. Te tettél is volt, ezért? Persze, de tehát biztos, de hogy valószínűleg ezért is volt az, hogy sokszor inkább így nem mertek. Hát mondjuk jó véresztánk is volt mindig. Azt tudjuk, hogy te nem vagy az az apatípus, meg a gyerekkérdés azt elengedted, nem? Tehát, hogy az így... Hát volt egy ideig a gondolataimban egy ilyen személyes érintettség okán, de aztán nem... Úgy érzem, hogy nincs olyan erős sem bennem. Hogy érted a személyes érintettséget? Hát volt egy barátnőm, egy nagyon régi barátnőm, akinek egészségügyi okok miatt azt mondták, hogy muszáj lenne gyereket csinálnia hamar, és akkor ő megkeresett engem azzal, hogy ő azt gondolja, hogy én lennék ennek a megfelelő apja. És ez egy ilyen nagyon mellbevágó dolog volt, mert a szüleimnek a válása után, meg egyetet, én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen képtelenség, hogy valaki egy gyereket normálisan fel tudjon nevelni, meg egyetet, hogy nekem ez az egész ilyen nagyon... nagyon, nagyon... Azt képtelenség, hogy valaki engem gondoljon a legmegfelelőbbnek. Az meg a másik, és hát az volt benne a fura, hogy ugye azt mondta, hogy hát ő nem kérne tőlem semmit, tehát hogy nem várná el, hogy én bármilyen szempontból részt vegyek a gyereknek, csak belegondoltam, hogyha én tudnám azt, hogy van egy gyerekem, akkor ezt biztos, hogy nem tudnám megtenni, sőt. És hát aztán így hosszasan gondolkodtam, és azt mondtam végül, hogy nem, tudom én ezt vállalni. De ez egy érdekes dolog volt, mert azután, hogy tényleg évtizedekig azt mondtam, hogy ez biztos, hogy én soha az életben, és engem ez egyáltalán nem érdekel, és de így megfordult a fejemben, hogy mi lenne akkor, és elkezdtem rá. És az a durva, hogy mindenki azt mondta, mert persze sok embert megkérdeztem a barátaim között, és mindenki azt mondta, hogy te biztos, hogy egy tök jó apa lennél, biztos, hogy ezért... Az biztos, nem szokványos, de abban biztos vagyok, hogy jó. Tehát semmi igen, olyan, ami a nagykönyvben megvan írva, te igen, azt igen, nem csinálnád, igen, de biztos, hogy jó szülő. Egyébként én el tudom azt képzelni, hogy nekem ezzel még lesz dolgom. Azért a Megasztártól mióta elindultatok és életed, olyan nagyon mély pontok azt gondolom, hogy nem voltak, amire azt kellett volna mondani, hogy te most akkor otthon ültél volna Bormámorba, és azon gondolkoztál, mit teszel másnap. Egyébként hány éve vagy most már a reggelinél? Három, ugye. Három. Rohadt korán kell kelned egyébként, jó, ugye? Jó, ilyen... bírom. Nincs ezzel? És mikor alszol és mennyit?
Egyre többet alszom egyébként. Napközben? Papásan? Nem napközben, hanem úgy általában. Tehát régen ugye, akkor még bőven nem feküdtem le, amikor most az RTL-be felkelek. És ez a fura, és afterról mentél, hogy igen, hát, az ember dolgozni. Igen, de hát aztán utána ezt át, ugye az embernek különféle életszakaszaiban hát különféle. Ugye? Lassan. És csendben. Én nem így olvastam a Wikipédián. De a Wikipédiában minden rosszul van. Tudom. Meddig csinálod, ameddig akarod, ameddig tudod, vagy van egy olyan, hogy jó, mondjuk ezt mondjuk 50 éves koromig még elmegyek, bohóckodok itt-ott, csinálom a tévét, csinálom a ízét, aztán akármi. Mondjuk így gyerek nélkül igazából nincsen, tehát hogy így, hogy nincsen gyereked, így nem kell azt mondanod, hogy jó, idáig is ne tovább, de hogy akkor azt mondod, hogy későbbiekben elképzelhető, vagy úgy vagy vele, ha jön, ha nem. Nem tudok erre mit mondani, tehát hogy alapvetően egy gyereket mindenképpen úgy vállalnék, hogyha lenne hozzá egy társ, tehát valakivel. Most ez tök mindegy, hogy egy... Ha lenne apja. Tök mindegy, hogyha egy... Igen, tehát teljesen mindegy, hogy ez egy nagyon közeli hölgy, aki nekem az én barátom, és akkor úgy, vagy úgy, hogy egy olyan férfi kapcsolatban, akivel mi azt gondolnánk, hogy kéne egy... Tehát ezt olyannyira nem tudom, hogy fogalmam sincs. Hozott gyerekkel nem lenne bajod, hogyha mondjuk egy olyan pasival jössz össze, akinek van egy gyereke? Nem, hát nekem bajom biztos nem lenne vele. Az egy kérdés, hogy ez az egész tudná így működni, meg ugye az milyen érdekes, amit mondasz, hogy egy pali, akinek amúgy van egy gyereke, de akkor ezek szerint ugye rájött, hogy meleg közben, és aztán nem van ilyen... Nem a példa, oké, igen. Nem, csak ezt most így próbálom processzálni magamba. És akkor utána mi összejövünk, de közben van egy gyereke, akit az egy nagyon érdekes. De úgy, hogy velünk is élne? Mert az anyja például... Nem, hetes iskolás, csak hétvégén. Hát persze. Jó, csak hát ez egy elég speciális helyzet, ezt így nem gondoltam még bele. Annyira speciális ez, hát mit tudom én... De ez elég speciális, anya mi? Nem, lelépett Svájcban, úgy táncolni, nem tudom, hát bármi lehet. Vagy egyszerűen csak már nem akarja a gyereket, vagy akár, vagy csak heti, egy hetet itt van, egy hetet ott jó, van. Azért mondjuk el, hogy azért ez egy speciális felállás lenne mindenképpen, jó, ami természetes. Hogy valószínűleg engem egy ilyen speciális megoldás találna meg biztos. Abban én teljesen biztos. Abban én elég biztos vagyok, hogyha ez valahogy összejön, akkor az biztos, ami nagyon speciális helyzet lenne. Nem tudom. Hát biológiai úton kizárt, nem? Tehát, hogy nővel te még nem voltál, mármint, hogy... Nem feküdtem le még nőben. Egyelőre nem is tervezem. Pedig most elmondhattad volna az igazat. Itt mint most coming out-ol adtam volna? Kérdezte Márk, hogy mennyi ideig fog kb. Ezt tartani, hanem hogy nem itt coming out-olsz, akkor viszonylag gyorsan megleszünk, de hát akkor úgy látszik, hiába próbáltam szépen felvezetni. Én egy elég nyitott gondolkodás embernek tartom magam, tehát nekem a gondolataimban tök simán beleférne az, hogy egy nővel lefeküdjek, hiszen amúgy mindig is a nőkkel értettem magam meg jól, mindig is a nők problémái lelke volt hozzám közel, tehát hogy sokkal jobban, egyébként érdekes módon jobban működök nőkkel, mert hogy közelebb vagyunk egymáshoz, csak szexuálisan egyáltalán nem vonzanak. Tehát hogy én például tudatilag, én azt gondolom, hogy nekem biztos tök jó lenne, hogyha le tudnék nővel is feküdni, meg férfivel is, de nővel még soha. De nem működik a dolog, igen. Ennyit. Magyarországról egyébként, hogyha innen kéne mondanod neked egy példaképet, tudnál itt mondani? Példaképet? Uh-huh. Kevesen tudják rólad egyébként, hogy te színésznek készültél, ugye? Meg operaénekesnek? Vagy is, igen. Is, igen. Hát aztán stylist lettél, de... Igen. Fura dolog ez a példaképség, mert ilyen egész emberekben ritkán tudok úgy, tehát hogy inkább azzal, hogy egy csomó mindenkinek így nagyon tetszik a munkája, nem tudom mi, az embersége, nem, de úgy nem gondolom végig. A Madonna volt a nagy példaképem tínédzser melegkoromban. Sokáig, milyen meglepő. Igen. Nem tudom, nekem egy csomó barátom példakép, tehát most pont ezen gondolkodom, hogy az Ervin, a nagy Ervin, aki azon kívül, hogy egy zseniális színész, egy csomó mindenbe beleáll, és egy csomó minden dolgot csinál. A Grillus Dorka, aki pont a Dorka és az Ervin miatt kezdtem én el ezt az egész szakmát, aki egy csodálatos színésznő, és egy abszolút egy olyan karriert választott, ami nem egy szokványos színészi karrier, egy kőszínházban rendes tagként, hanem ilyen elképesztő bátor dolgokba megy bele, és egyébként egy csomó mindenért kiáll, és ezért nekem egy példakép. Nagy példakép Ladányi Andrea, koreográfus, aki most kapott Kossuth díjat, és akivel mi együtt csináltunk színházat
sok-sok-sok éven keresztül, nagyon sokféle előadáson, és egyébként most is fogunk dolgozni. Mit tanácsolnál annak, aki most akar? Tehát ugye most hát tudjuk, 10 millió sminkes, 10 millió DJ, 10 millió járványszakértő és 10 millió stylist országa vagyunk, most már csak 9,5 millió, mert a nagyja már ugye dobbantott. És 10 millió influencer. És 10 millió influencer egyébként, igen. Mit tanácsolnál annak, aki most kezd el stylistkodni? Van ennek? Jöjjön az iskolámba. Hát akkor mi más tanács? Tehát, hogy akkor ennek van értelme, de itthon van egyébként még? Tehát kell annyi stylist, mint amennyi jelenleg van? Hát figyelj, szerintem nagyon sok szakmából van túltermelés. Az, hogy mennyi van, azt a piac határozza meg, hogy mennyit tart el. Tehát szerintem nagyon jó, hogyha vannak újak, mert akkor a régi rosszakat ki lehet selejtezni, és akkor azok maradnak bent a szakmába, akiknek van valami fajta ambíciójuk, küldetéstudatuk és még tehetségük is, és ehhez mindig jönnek friss dolgok. Szerintem azt gondolom, hogy egyre több tartalom gyártódik, ugye nem feltétlenül most már televízióra, hanem YouTube-ra és mindenhova, egyre több blog van, egyre több olyan felület van, ahol stílus tanácsadással, stílus alkotással lehet, arculat tervezéssel lehet foglalkozni, és ezt egyre profi módon lehet tenni. Ráadásul nagyon remélem, hogyha ezután a vírus után az ország nem ül segre teljesen gazdaságilag, akkor egyre több olyan ember lesz, aki például olyan életszínvonalra rendelkezik, hogy például tud stylistoktól tanácsot kérni abban az ügyben, hogy ő hogy öltözködjön, hogyan állítsa össze a ruhatárát. Tehát én azt gondolom, hogy a jövőben... De létezik ez a személy stylist, hogy figyelj, abszolút segíts, létezik, abszolút létezik. Hogy nem csak tévében, hanem Marika Podmanicki utcából megkeres, és azt mondja. Abszolút létezik, és férfi és nő is létezik. Hála Istennek egyre több férfi is úgy gondolja, hogy ez egy olyan dolog, amit igenis fontos akár egy szakemberrel megbeszélni, vagy egy szakemberrel megnézni. Úgyhogy létezik, és minél inkább jobb az életszínvonal, és az emberek tudnak ilyenre költeni, annál több olyan stylist dolgozhat, aki ehhez ért is. Azt mondod, hogy lesz akkor egyszer egy olyan, lesz olyan Magyarországon, amikor nem látunk több zokni szandált. Zokni szandál ez a legmenőbb dolog. Én nem tudom, hogy miért ebben van mindenki beleakadva. Tehát ebből is látszik, hogy akinek fingja nincs a divatról, az ezt tudja fölhozni, mint a legnagyobb izét, bakit. Hát elmondom neked, hogy zokni szandál a high fashionben az egyik leg. Miért? Azért, mert ugye mindennek megvan az akció-reakciója. Tehát ugye egy idő után a high fashion nagyon durva márkák is próbálnak a már elmúlt és a már nem hordott trendekből. Pontosan, igen. Mert ugye az óriás eleganciának, amit mondjuk a Nárai Tamás vagy XY képvisel, annak rögtön megszületik az ellenpárja. Tehát azt akartam neked elmondani a beszélgetésünk elején, hogy például az én öltözködésemről, hogy ugye volt sokáig a 19. században egy akadémikus művészet, ami például mondjuk nevezhetnénk Nárai Tamás és XYZ-nek a stílusának, tehát azok, akik a jól megtanult szabályokat, az kortalan eleganciát, tehát nem tudom, művelték. Majd egyszer csak jött az avantgárd, ami szétkúrta ezt az egészet, és megszületett a modernizmus, az avantgárd, a kubizmus, a mindenféle izmusok, és arról szólt az egész 20. század eleje, hogy hogyan lehet szétrobbantani azokat a megszokott szabályokat, amik akkor léteztek. Csomó olyan határfeszegetés és szabálydöntögetés és minden történik, amiben majd meglátjuk, hogy 100 év múlva mit fognak mondani. Nagyon kíváncsi ezek. Mindig szeretek egyébként olyan emberrel beszélgetni, akinek van agya, és azért az nyilván nem lehet tőled, és egyébként általában a magyar közéletben, meg a magyar médiában felelhető melegekről nem lehet elmondani, hogy nincs agyuk, és ennek mondjuk nagyon örülök, hogy azokat az embereket mutogatjuk leginkább, akinek van. Ugye nyitottad a kolbászhozat, azért te sok lábon állsz, az például ugye nem, gondolom nem csak financiális okokból, hanem mert szereted a kolbászt. Nagyon szeretem a kolbászt, meg alapvetően maga a gasztró világ, az nagyon közel áll hozzám gyerekkorom óta, és ez adta magát, tehát azt gondolom, hogy jelen pillanatban, amikor életstílusról beszélünk, vagy lifestylingról, akkor a gasztronómia, a divat, a kultúra, az utazás, stb. Ezek mind összekapcsolódnak, és mindegy egész jelnek össze. Igen. Hol képzeled el magadat egyébként, mit tudom én, 10 év múlva? Itt. Figyelj, gondolod, ide költözhetsz. Inséges idők vannak. Nem, úgy, az van, hogy tehát, én igazából nem vagyok egy ilyen nagyon képzelgős, hogy akkor mint hogy az biztos, hogy vonzanak az ilyen kicsit latinosabb tengerparti helyek. Mondhatnám azt, hogy
imádtam például Brazíliát, meg imádtam Kubát, de nagyon szerettem Portugáliát, meg Spanyolországban laktam, tehát hogy ez a fajta irány, ez nekem nagyon szimpi, tehát például az biztos, hogy egy nagyon szép ügy lenne, hogy a karrier végén, amikor az ember nem feltétlenül akar állandóan stylistkodni, de mondjuk mint Nárai Tamás, festek, írok egyszerre, lábbal kézzel, hát szerintem mint ahogy ő úgy igen, amikor már így karrierem végén, mondjuk valahova szeretnék elmenni, így pihenni, meg az egy ilyen típusú helyet nagyon bírnék. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, nektek pedig köszönöm, hogy megnéztétek. Kövessetek minket mindenhol, minden felületen, ahol csak lehet. Ha van kedvetek, akkor harapjatok egyet már kolbászából. Mindent megtaláltok a videó alatt, hogy hol lelhetitek őt fent, hol kérhettek tőle stílus tanácsot, hol haraphattok a kolbászába, hol tudjátok őt követni, aki esetleg még nem tudná. Illetve hát ugye tudjátok, hogy majd bögrét is sorsolunk. Hogy ez pontosan hogy fog történni, azt hamarosan megtudjátok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel, nyomjatok kis csengőt, neked is van YouTube csatornád, nem? Van. Na, várnak a YouTube csatornáját, megtaláljátok, oda is tessék feliratkozni, hamarosan jövünk egy következő résszel, addig is csináljatok bármit. Sziasztok!